Együttműködési megállapodást írt alá a Magyar Állam, Budapest Főváros Önkormányzata és a Magyar Olimpiai Bizottság a 2024-es budapesti olimpiai pályázatról. A részletekről és a 120 éves MOB tegnapi ünnepi közgyűléséről is beszélgetünk a most következő percekben Fürjés Balázs kormánybiztossal, a Budapest 2024 olimpiai pályázat vezetőjével. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! No, hát ez egy rapid, de úgy tűnik, hogy annál eredményesebb látogatása volt ugye a Nemzetközi Olimpiai Bizottság elnökének, Thomas Bachnak Budapesten, azért ez az egyik fő momentum, azt gondolom, az elmúlt napoknak, függetlenül attól nyilván a Magyar Olimpiai Bizottság 120 éves évfordulója adta az apropóját, mert itt azért egy kis ügyes szervezéssel, ugye egy kis ügyes csavarral kellett ezt a meghívás valamilyen úton módon. Nagy megtiszteltetés, hogy Thomas Bach elnök úr, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság elnöke Budapestre látogatott a Magyar Olimpiai Bizottság 120. születésnapjára. Elvileg a pályázókra vonatkozó szabályok szerint NOB-tagok nagyon korlátozottan utazhatnak most, de természetesen a Nemzetközi Olimpiai Család egyik legidősebb, legeredményesebb, legtekintélyesebb tagjának a születésnapja megfelelő apropó arra, hogy a NOB vezetői Budapestre utazzanak, és nyilván az is egy sajátos mozzanat ennek az ünnepségnek. Ünnepeljük a 120 évet, előre tekintünk a jövőbe, de minden olimpiai bizottság életében az egyik legnagyobb esemény, amikor olimpiára pályázik, így van ez a Magyar Olimpiai Bizottság esetében is, és nagyon megerősítőek voltak Thomas Bach elnök úrnak a szavai. Azt mondta, hogy gyakorlatilag az Agenda 2020-ba a gazdaságos olimpia reformjába Budapest teljesen beleillik, és bátorított bennünket. Igen, ez abszolút hallható volt egyébként a nagyon személyes gondolatait is, és azért nagyon részletes a Magyar Olimpia történet kimagasló eredményeit is taglaló beszédében a tegnapi nap folyamán. Ami nagyon, nem tudom most, hogy van-e annak jelentőség, hogy a többi pályázóvárosnak vajon mondjuk a február első közepéig beadandó első pályázati időszakig van-e esetleg születésnapja, nem tudom, tehát hogy lehet-e valami hasonló gondolat, de talán inkább foglalkozunk a saját feladatunkkal, mert hogy van bőségesen. Ugye az egyik az az, hogy három részből álló pályázati feladata van gyakorlatilag ugye most a pályázóvárosoknak. Az első az a február közepei időpont. Aztán lesz egy majd jövő év szeptemberében, aztán majd 2017 februárjában megint. Milyen részleteket kell ez idő alatt beadni, és ez azért elég közelinek tűnik ez az első. Tehát hogy néz ki ez az első csomag, amit meg kell jeleníteni? Igen, hát a munka az gőzerővel folyik. Azt mondjuk, hogy három erős alapja van a budapesti olimpiai pályázatnak. Az egyik az feltétlenül a gazdaságos olimpia reformja, hogy olcsóbb, egyszerűbb, fenntarthatóbb, megtérülőbb olimpiai játékokat szeretne a Nemzetközi Olimpiai Bizottság. Mi az általuk teremtett esélyt szeretnénk megragadni. Ezzel valójában visszatérnek a gyökerekhez, hiszen ne feledjük, hogy valaha Antwerpen, Stockholm, Helsinki is rendezhetett nagyon sikeres nyári játékokat. Számunkra, magyarok számára is ezek sikeresek voltak, különösen a Helsinki olimpia 52-ben. És e városok mind kisebbek Budapestnél. Tehát a NOB azt szeretné lehetővé tenni, ami egyébként általában egyszer korábban lehetőség volt, és kifejezetten a Budapest méretű városoknak szeretne a Nemzetközi Olimpiai Bizottság esélyt teremteni. Ez az első alapunk. A másik, hogy a magyar gazdaság, hál' Istennek Magyarország fejlődik, 2024-re 20 éve leszünk az Európai Unió tagjai, az uniós forrásoknak köszönhetően a magyar közlekedés hálózat, a közlekedés infrastruktúra, az általános infrastruktúra teljesen megújul, és gyakorlatilag olimpia nélkül szinte minden feltételt teljesítünk, és hát a harmadik alap, hogy egy erős olimpiai nemzet vagyunk, február közepén nekünk a rendezési tervünket, a helyszíneket, egészen részletesen lebontva, hogy melyik sporteseményt hol, melyik városban rendeznénk meg, be kell mutatnunk. Ugye a gazdaságos olimpia egyik változtatása, hogy nem kötelező mindent egy városba sűríteni. Ennek köszönhetően ugye meglévő létesítményeink vannak Győrben, Veszprémben, lesz, most épül Székesfehérváron, stadionunk, csarnokunk van Debrecenben, Szeged-Matyéren újra világbajnokságot rendeznek 2019-ben kajakkenu, tehát egy nemzeti olimpiát tudunk rendezni, a vidéki városok is aktív részesei lesznek. Tulajdonképpen kilép az olimpia ugye a városi rendezés méretében, és egy nemzeti ügy lesz ilyen szempontból. Az a célunk, bocsánat, Zsuzsa, hogyha mondhatom, hogy ne legyen az országnak olyan pontja,
ahonnan 90 percen belül autóval nem érhető el. Ezt akartam kérdezni, hogy ez egy személyes, tehát úgy értem, egy országvállalás, tehát egy pályázati vállalás, vagy pedig ez egy elvárás? A tegnapi napon kértem a munkatársaimat, hogy ezt teljesítsük, ezt a célt. Tegnap egy olyan térképet kaptam, ahol az ország 90%-a tekintetében ez már teljesül, nagyon kevés fehér. Debrecenbe le tudunk érni 90 perc alatt? Tessék? Debrecenbe is esetleg, abba az irányba is le tudunk érni? Ott inkább egyelőre még a délnyugati vidéken vagyunk gyengébbek, Debrecen és Kelet-Magyarországon, ugye Diósgyőrben is épül stadion, Debrecenben több létesítményünk is van, Szeged, tehát a keleti rész az lefedett, egy-két fehér folt van még, az a célunk, hogy 90 perc alatt autóval bárki elérhessen egy olimpiai eseményt. Sose fogom elfelejteni, hogy a 2000 Sydney olimpia után éppen az első Orbán kormány idején egyébként a miniszterelnök úr adott az olimpikonoknak egy fogadást, ugye nagyon jó sikerült Sydney olimpiát követően, és ott hangzott el először, emlékszem, mondta nekem egy interjúban, hogy megnézte a Sydney olimpiát, és úgy érzi, hogy Magyarország megérett arra, hogy elkezdjen gondolkodni egy budapesti olimpia rendezéséről. Hát azóta azért eltelt 15 év, sok minden alaposan változott. Alaposan meggondoltuk. Igen, alaposan. Sok minden változott, de mégis úgy gondolom, hogy valóban, és ezt ugye ő maga is, Orbán Viktor miniszterelnök úr mondta tegnap, illetve nyilván a magyar pályázatnak az egyik erőssége, ugye az a felvetés, amit maga Thomas Bach nyomott keresztül, a szabad így fogalmazni, hogy ez a bizonyos Agenda 2020, a gazdaságos olimpia rendezésről. Segítheti-e, ezt most csak így természetesen ilyen, hogy mondjam, csak úgy picit ugye hátsó gondolatból, magát az egész ügyet az, hogy gyakorlatilag ez lehet az első olyan olimpia, ugye Tokiót követően, ami aztán a világ legnagyobb metropolisza, ahol valóban ez a Thomas Bach-féle gondolatmenet megvalósulhat. Tehát mind méretében, ugye ez lesz az a város, a többi pályázóval szemben a Los Angeles-t, Rómát, vagy éppen Párizs nézem, nyilván gazdasági szempontok szerint is, ahol kifejezetten az a kezdeményezés, amit ő maga akart, tehát elnyerhetjük-e még, ha nem is a szavazatát, mert nyilván ő nem fog, de azt a fajta szemléletbéli támogatást a Nobel-elnökétől, amiért ez az egész gondolatmenet létrejött. Hát először talán egy megjegyzéssel, hogy ugye Thomas Bach nem szavaz, az elnök nem szavaz, majd a limai közgyűlésen, és a másik, hogy az nagyon fontos, hogy a NOB kínosan vigyázza, nagyon szigorú etikai szabályai vannak, és egyenlő távolságot tart minden pályázótól. Én azt hiszem, hogy most már jó néhány éve, talán évtized óta megfigyelhető egy nagyon világos különbség. A NOB környékén nincsen botrány. Látjuk a FIFA, az UEFA más ügyeket. A NOB környékén nincsen botrány. Ez egy tiszta verseny, egy tiszta szervezet. Ők kínosan ügyelnek erre, és mi jeleztük is, hogy természetesen partnerek vagyunk abban, csak tiszta versenyben tudunk részt venni. Ez szerintem nekünk jó egyébként, hogy a nálunknál gazdagabb, nagyobb országok, városokhoz képest egy tiszta versenyben nagyobb esélyünk van győzni. És kétségtelen az, hogy az Agenda 2020, a gazdaságos olimpia reformja, a személyes ügye Thomas Bach elnök úrnak. Erre gondoltam, igen, hogy talán ez egy olyan érv. És maga mellé állította a NOB teljes tagságát, hiszen egyhangúan döntött egy évvel ezelőtt a NOB közgyűlése ennek a gazdaságos olimpia reformjának az elfogadásáról. Irányt akarnak váltani, másfajta olimpiát akarnak, szélesíteni akarják az olimpia rendezők körét, új helyszíneket akarnak bevonni. Ez a mi érdekünkben dolgozik, csupa olyan várossal versenyünk, ahol már volt olimpia, mi pedig azt tudjuk mondani, hogy egy új régió, Közép-Európa, egy új ország, egy új város, Budapest kerülhetne föl a térképre. Ez lesz egyébként a mi koncepciónknak a fő, mondjuk úgy, hogy mondjam, egyik legfőbb cölöpe, mert hogy azért azon túlmenően, hogy ezek az érvek abszolút mellettünk szólnak, hogy ott vagyunk ugye a top 10-ben a minden idők legeredményesebb olimpiai szereplését illetően, egészen pontosan a 8. Magyarország, és még nem rendezett nem hogy a régió, nem hogy a város, hanem a régió sem olimpiát, de azért azon gondolom, ezen túlmenően valami fajta nagyon érthető és látható koncepció kell. Például, amit én utoljára, megmondom őszintén, Barcelonában éreztem, az volt az utolsó olyan helyszín, ahol járhattam személyesen, hogy volt még valami fajta emberközeliség, hogy még a sportolóknak volt szektora, hogy még át lehetett menni, hogy volt egyfajta olvasztó tégely hangulat. Ez már Atlantában eltűnt, és onnantól kezdve minden nyári olimpiára, azt kell mondanom, sajnálatosan, hogy eltűnt. Tehát visszahozható ez mondjuk innentől számítva 9 év múlva? Én budapesti vagyok, és szenvedélyesen szeretem a városomat, csodálatos városnak tartom Budapestet. Ez az olimpiai munka azoknak, akik ezen dolgozhatunk, ez egy megtiszteltetés, esélyt ad arra, hogy újra felfedezzük egy más szemüveggel a városunkat.
nagyon jó beleborzongani abba, hogy tulajdonképpen, ha vesszük az olimpia követelményrendszerét, ez a 2 millió város, ez egy olimpiai város, egy olimpiai méretű város, nagyon barátságosan, nagyon észszerűen, nagyon jól tudjuk telepíteni. Ha februárban leadtuk, utána rögtön ismertetjük a teljes nyilvánossággal, az utolsó pillanatig dolgozni fogunk a helyszíneket, a részletes olimpiai terveinket. 2 zónában, 7 kisebb helyszíncsoportban kitűnően elhelyezhető, és pont egy ilyen emberközpontú, a nézőket bevonó, a közönséget bevonó, sok-sok gyalogos területtel, kerékpáros területtel dolgozó sétányokat, parkokat a tervbe beemelő, és a sportolók számára is egy szerethető, barátságos, emberléptékű falut, olimpiai helyszíneket tudunk kínálni. Én nagyon bízom benne, hogy ez a terv megvalósulhat, mert itt városlakónak, nézőnek, látogatónak és sportolónak nagyon jó lesz lenni. A sportoló élmény az egy külön ajánlása az Agenda 2020-nak, hogy figyeljünk oda a sportolókra. Sportolóké az elsőbség, ez a NOB egyik alapelve. Ezért is döntöttünk, hogy csak a pályázatnak, a Budapest 2024 pályázatnak van egy önálló sportolói bizottsága. Igen. Kovács Ágnes, Szidni olimpiai bajnoka vezeti, Kárpáti Gyuri bácsi, 3-szoros vízilabda olimpiai bajnoka tiszteletbeli elnöke, és azt a vállalást tettük, hogy az olimpiai bizottság és a főváros az ő jóváhagyások, a sportolóink jóváhagyása nélkül, pecsétje, ellenjegyzése nélkül nem ad be semmilyen pályázati anyagot a Nemzetközi Olimpiai Bizottság számára, a sportolókról szól elsősorban az olimpia. Na hát a tegnapi ünnepi közgyűlés valóban fantasztikus hangulatban telt, és azt gondolom, hogy amit Thomas Bachkal kapcsolatban az ember személyesen érezhet, hogy mindenféle fajta a szükséges mellett persze protokoll képes levetkőzni. Tehát egy annyira közvetlen ember, a megfogalmazása, a humora, ettől az ember egy picit talán közelebbnek érzi őt nemzetközi vezetőként és sportvezetőként és saját magához. Igyekezett erről egyébként az informális találkozásokon is? Én most már többször találkoztam vele, és azt hiszem, hogy őszintén mondhatom, hogy ez nála nem szerep, ő ilyen. Egy rendkívül barátságos ember. A repülőtérre érkezve rögtön meglepett, hogy arról beszélt, hogy mikor találkoztunk utoljára, akkor miről beszéltünk. Az azóta eltelt a kollégáival folytatott egyeztetésekről, ahol már a pályázatunk részleteit ismertettük, konzultáltunk, képben volt, a helyszín csoportokat ismerte, ahol Budapesten tervezünk, tehát láthatóan ennek él, és egy rendkívül közvetlen ember, és talán még egy dolog a gazdaságos olimpia koncepciójáról, hogy ez beleillik a NOB történeti reformjaiba, ez a 4. történeti reform, és megint arról szól, hogy szélesítsék most az olimpia rendezők körét, szélesítsék a hozzáférést az olimpiához. Ugye először a profikkal indult, vagy amatőrökkel indult az olimpia, az első történetű döntésük az volt, hogy beengedték a profikat, akik a sportból élnek, akik a sporttal keresik a kenyerüket. Emlékszem, ez óriási dolog volt 92-ben, láttam a Dream Team-et személyesen. Utána ugye beengedték a hölgyeket, mert először csak férfiak versenyezhettek, és aztán pedig egy forradalmi döntés volt az is, amikor az épek mellé a fogyatékosokat és az olimpiával együtt rendezik a paralimpiát, és most pedig a világ nagyvárosai, legnagyobb városainak exkluzív klubja mellett azt mondják, hogy a közepes méretű nagyvárosok is rendezhessenek olimpiát, egy olyan város, mint Budapest lehessen házigazdája az olimpiának. No, hát azt gondolom, hogy valóban úgy tűnik, hogy minden együtt áll. Most arról nem volt időnk beszélni, hogy vajon mekkora az ügy támogatottsága, de olvastam statisztikákat, például az Ipsos részéről nagyon úgy fest, hogy hál' Istennek egyre többen érzik a magyar lakosság közül is. A magyarok 66%-a büszke lenne, ha Budapesten lenne az olimpia, ezt kutatta ki az Ipsos. Igen, gondolom, hogy még kell azért a további háttértámogatása az ügy előre haladtával folyamatosan, hiszen például a Hamburg például is mutatja, hogy mennyire fontos a lakosság egyetértése, de azt gondolom, hogy erről még, ahogy hajlad az ügy, előre fogunk tudni beszélni. Várjuk vissza majd a február közepei első nagyon fontos beadványt követően. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen.